Karácsony közeledtével a Tolnatáj Televízió gyűjtésbe kezdett, hogy partnerei segítségével könnyebbé tegyék a rászoruló családok ünnepét. Minket is meglepett, mennyien gondolták úgy, hogy hozzátesznek valamit az adományokhoz. A jellemzően sok gyermekes, nehéz sorban élő családoknak így valódi segítséget tudtunk adni. Rengeteg tartós élelmiszer, tisztítószer és a kicsiknek játékok, könyvek kerültek a csomagokba. A családok átmeneti otthonát idén teljes körűen felújította a szekszárdi önkormányzat. Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény azoknak a szülőknek és gyermekeiknek biztosít ideiglenes otthont, akiket enélkül el kellene választani egymástól. Befogadja a válsághelyzetben lévő bántalmazott vagy várandós anyát, illetve a szülészetről kikerülő anyát és gyermekét, valamint az anya kérelmére annak élettársát vagy férjét. Talán nem túlzás állítani, hogy itt élnek a legrászorultabbak. Érkezésünkkor három család várt minket. Kibírja el? Igen? Biztos? Alul is fog? Új, ügyes vagy. Köszönjük szépen. Szalai Hajnalka három gyermekével már nem először került a családok átmeneti otthonába, a negyedik baba pedig már a pocakjában fejlődik. Most nekem egyelőre ez nagyon nagy segítség, már jelenleg. Ahogy nő. Most úgymond még egyedül vagyok itt a gyerekekkel, kapcsolatom van, de még külön élünk, és így azért nehezebb. Nekem anyagilag, pluszban most itt a terhesség, úgyhogy... Hány gyerek? Három. Plusz a picsiak? Plusz ő lesz a negyedik. Az albérletünkben a tulaj nem volt megbízható, a főbérlő. Ő szeretett inni, és hát szeret inni, és így változott sokat mindig, hogy... Most hagyjuk el a házat utána, hogy ő nem rakja a gyerekek el, ilyesmik. És én nem szerettem volna ezt látni, vagyis azt, hogy a gyerekek ebben nőjenek fel, meg ezt lássák, hogy ott iszik. És én laktunk régebben is, így tudtam, hogy ez jó hely. Csak mi Veszprém megyéből jöttünk, és így a családsegítősök által kerültünk be. Hajnalka nagyobbik lánya Jennifer már ünnepi hangulatban volt, a farsangra kapott hercegnő ruhájában várta az ajándékokat, persze megvan a saját kívánság listája is. Műkörmöskészletet és kifestőt. A Rupa család sem először vendégeskedik a családok átmeneti otthonában. Renáta és párja most várják negyedik gyermeküket, itt ő lesz a legnagyobb karácsonyi ajándék. Három fiú után lányt szerettek volna, de a negyedik is kisfiú lesz. Őt majd Christopher tanítja meg a mikrofonba rappelni, neki ez már nagyon megy. Christopher legidősebb testvére, Roland is talált neki tetsző játékokat a csomagban. Kérdez a képremény is, mert tetszett egy az alaló, ami ilyen ugrik, és nagyon tetszett, és megtetszett is a rokótól. Elkezdtem játszani, és megengedte. A 20 férőhelyes családok átmeneti otthonában jelenleg 4 család él, vannak azonban, akiket különleges élethelyzetük miatt nem tudunk bemutatni. A Tolnatáj Televízió karácsonyi csomagja természetesen hozzájuk is eljutott, és ők is hálásak voltak, hogy valaki gondolt rájuk az ünnepek idején. Akik mosolyt csaltak az arcokra, Tar János, Elektrolit cégcsoport tagjai, Elektrolit Kft., Cikádor Kft., Szedres Lovas Udvarház, Hátcentrum Kft., Tolnavil Kft. Neo Baby Baba Bolt Szekszárd és Dombóvár, CBA Üzletek, Merkel Krisztina, Jézus Él Alapítvány, Fortuna ABC Tolna, Pátrix Papír Írószer Nyomtatvány Szaküzlet, Huncuc Üzlet Szekszárd Tesco Üzletsor, Diótörő Mesebolt, Panteon Temetkezési Kft. Tisza Cipő a minőségi bőrcipők boltja. Partner Textil Lakás Textil Üzlet. Mérland Bútor. Heberling Húsbolt. Berka Istvánné Tolna. Mocsán Paprika. Sédnyomda Kft. A közreműködésért külön köszönet a Médiaút Kft.-nek és Szántó Ildikónak.